A következő műsor megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Köszöntöm kedves nézőinket! A mai nap egy nagyon érdekes, bár hát tulajdonképpen a magyar kultúrtörténetben jobbára átmeneti kapcsolatrendszerről fogunk beszélni. Az oszmántörök kultúra magyarságra, Magyarországra gyakorolt hatásáról. Mai beszélgető társam Sudár Balázs kolléga, és hát rögtön ugye indítsuk el onnan a dolgot, amiről hát a mai magyar nézőknek kevés fogalmuk van, hogy tulajdonképpen mi jellemzi az oszmántörök kultúrát, tehát hol vannak a súlypontjai, milyen olyan mozzanatai vannak, amelyek sajátosak, és aztán meg is jelennek később a magyarsággal való túlzottan nem békés kapcsolatrendszerben. Onnan kellene elindulnunk, hogy mi általában törökökről beszélünk, török hódoltságról beszélünk, azt mondjuk, hogy a törökök meghódították Magyarországot. Ez egy nagyon érdekes szóhasználat, mert hogy azóta megváltozott a nyelv, és megváltozott a szónak az értelme. Ezek a törökök nem azok a törökök. Akkor a török az egy politikai fogalom volt, és nem etnikai. Nem azt jelentett a török, hogy törökül beszélő, török törzs területről érkező török etnikumú emberek jöttek Magyarországon. Tehát magyarán nem egy mai nemzeti török értelmű kifejezésről van szó. Ezért jött be az oszmán a tudományos nyelvhasználatban, hogy meg lehessen különböztetni a török etnikumot a birodalom alkotóktól, az oszmánoktól, akik viszont alapvetően nem török etnikumúak. Az oszmán birodalmat alapvetően nem törökök csinálták, a hódoltságban pedig kiváltképpen nem. Azt lehet mondani, hogy elsősorban balkániak azok, akik a magyar hódoltságot létrehozzák. Ezen belül is legfőképpen bosnyákok, szerbek, horvátok talán, tehát ugye a viszonylag közelebbi régió szülöttei azok, akik létrehozzák ezt a magyar hódoltsági rendszert. Na most innen következik az, hogy mondjuk török népi kultúrát a hódoltságba keresni, az elég botor dolog, mert hogy olyan nincs, török sincs igazándiból a hódoltságban, csak nagyon véletlenül egy-kettő. Ami van, az egy némiképp iszlámosodó török, vagy balkáni szláv népi kultúra, és van egy oszmán kultúra. Az oszmán, mint terminus technicus, mint speciális fogalom, az a birodalomnak az elit kultúráját jelenti. Ez egy olyan elit kultúra, aminek nincs népi háttere, az csak a birodalmi elithez kapcsolódik, a birodalmi elit termeli ki magának, és az élet minden területére kiterjed. A nyelvhasználattól az étkezésig, a ruházkodásig, a sportokig, a zenéig, mindent felül el ez az oszmánnak nevezett elit kultúra. És ennek a gyökérzete nyilván feltehetőleg ebből következően, amit eddig elmondott, első renden vallási jellegű nyilván. Tehát mármint, hogyha most itt a művelődésnek, akár az építészeti, akár a művészeti kifejeződéseit vesszük. Ez a vallási megfogalmazás egy picit azt hiszem, hogy félreviszi a dolgot. Igazándiból nem. Azt kellene mondanunk, hogy sokszálú ez a kultúra. Egyrészt van egy török komponense egyértelműen, tehát az oszmán nyelv azért az a török nyelvnek egy kiágazása. Egy olyan kiágazása, amit egy általános köztörök nem ért meg. Tehát egy 16-17. századi oszmán verset egy mai török fordításban tud elolvasni, mert nem ért belőle egy szót se egyébként. Tehát ez egy elhajlás, de a török nyelvből épül fel. A török kultúrának, a sztyeppei régi török kultúrának egy csomó eleme megvan az oszmán kultúrában, de rengeteg minden más jön be. Ami nagyon erősen hat, az a perzsa egyébként alapvetően. Az egész művelődést igazándiból a perzsa kultúra hatja át és határozza meg. Általában az iszlám világ keleti felében ez így van. Az arab, az meg a vallási stúdiumokat határozza meg. Ugye a vallás nyelve egyértelműen az arab, tehát az nem kétséges. És az ehhez kapcsolódó tudományok is ezért alapvetően arab nyelvűek.
De egy nagyon sokszínű dologról van szó, rengeteg bizánci elem is belekerül szükségképpen, hiszen az Oszmán Birodalom felépítésében az áttért, iszlamizált görögök, azok nagyon komoly részt vállalnak. Tehát mindenképpen van egy ilyen bizánci oldala is ennek a kultúrának. Úgy tűnik, hogy vannak benne mongol elemek is. Tehát ez egy nagyon sokszálú valami, ami ugye a 15. század közepe táján kezd el összefonódni egy sajátos oszmán kultúrává, amit aztán majd klasszikus oszmán kultúrának nevezünk, és ami majd aztán a 16. században megjelenik a hódoltságban is. Hát ez egy bonyolult dolog, úgy látom, valószínűleg igazából a szakemberekre tartozik, de akkor azt kérdezném, hogy tulajdonképpen hogy jelentkeznek a történelmi Magyarország területén először olyan elemek, olyan képződmények, épületek és egyebek, amelyeket mondjuk ehhez az oszmán törökséghez lehet kapcsolni, és amelyből esetleg maradt tisztán valami a kiűzésük után? Meglehetősen kevés helyen ez a válasz rá röviden, kicsit hosszabban. Ugye azt tudjuk, hogy Magyarországnak úgy kb. A 40%-át közvetlenül elfoglalták a törökök, tehát az Oszmán Birodalom része lett, betagolták a rendszerbe, az oszmán közigazgatási struktúra kiterjedt erre a területre. De ez nem jelenti azt, hogy itt mondjuk bármilyen szinten is török vagy oszmán lakosság lett volna, nem, ott a keresztény magyar lakosság marad meg, illetve délről délszlávok települnek be a déli régiókba eléggé nagy számban. De valójában muszlim lakosság az nagyon kevés van. Nagyjából az egész hódoltsági időszakban, tehát az ott a durván 200 év alatt, ami ugye mondjuk a temesvári részek visszafoglalásáig tart, egy olyan 175 várat használnak, de ebből a 175 várból, vagy erődített településből csak 50 az, amin polgári lakosság is él. Erődítetlen helyeken, tehát simán falvakban pedig gyakorlatilag nem élnek muszlimok. Egy-két ilyen falu van véletlenül, nem jellemző ezen a területen, hogy így élnének. Egyszerűen félnek, nem mernek kimenni a falak mögül. Tehát 50 olyan település van, amire azt mondhatjuk, hogy na, ez a török világ Magyarországon. Hogy ott vannak fürdők, ott vannak karavánszerályok, ott vannak iskolák, ott vannak kolostorok, ott vannak lefátyolozott nők az utcán, ott vannak minaretek. Ez 50 darab település. Tehát ez egy nagyon kicsi szám. Ezek hol vannak többnyire? Hát ezek így nagyjából egyenletesen oszlanak meg ezen a elfoglalt területen. Talán az alföldi régió az, ami valamelyest kiesik, mert ugye ott igazándiból nem telepszenek meg, tehát ők mindig a stratégiai pontokat szállják meg, várakat szállnak meg nyilvánvalóan. És vannak olyanok, amik ezek közül kiemelkednek, vannak, amik nem. Nagyon fontos az, hogy egy település a régi magyar struktúrában, tehát a középkori magyar városhálózatban milyen szerepet töltött be, aminek fontos szerepe volt, annak nagy eséllyel az oszmán hálózatban is fontos szerepe lesz. 6 igazán nagy városuk van, ami igazán fontos. Pécs, Székesfehérvár, Buda, Eger, Temesvár és Várad. Ez a 6 ilyen igazán nagy, igazán muszlim kinézetű város, ahol... Bár hát Várad elég későn kerül kezükre. Igen, de abban a néhány évben is nagyon-nagyon aktívan nekiállnak ezt fejleszteni, úgy tűnik, amennyit erről tudunk. Tehát az egy eléggé intenzív fejlődés mutat, de ott is ráépül a középkori alapokra. Ahol nincsenek ilyen középkori alapok, ott mérsékeltebben indul meg a fejlődés. Tehát például ott van Szigetvár, ami hát a középkori Magyarországon nem egy jelentős település. Ugye végvárként fejlődik fel, magyar végvárként, és aztán kap még egy lökést török oldalról, mégpedig azt, hogy Szulejmán szultán ott hal meg és eltemetik. És ez egy kultuszhelyé válik, Szulejmán síremléke, erről mostanában sok szó esik, az egy kultuszhelyé válik, és az azért egy nagyon komoly presztízst biztosít Szigetvárnak. Tehát a hódoltságkori Magyarország térképéről, vagy földrajzáról a törökök azért olyan túl sok mindent nem tudnak. Ha 2-3 dolog eszükbe jut, akkor az egyik a Szigetvár, az biztos, a Szulejmán sírja miatt. És még ez a sír és ez a kultusz sem elég ahhoz, hogy Szigetvár igazán komoly városi fejlődésnek induljon a török időkben. Vagy ott van Kanizsa, ami egy komoly igazgatási központ lesz, tehát elvileg rendkívül jó kéne fejlődnie. Nem fejlődik. Rossz helyen van, nem jók a középkori alapok, sokkal inkább Pécs fejlődik, pedig annak nincs meg az igazgatási, közigazgatási rendszerben betöltött helye, ami mondjuk Kanizsának megvan. Tehát
nem gondolnánk, hogy Pécs fog fejlődni Kanizsa helyett, de így történik azért, mert Pécs már régóta betölti ezt a központi funkciót. Na most egyetlen kérdésem lenne akkor, bár ezt későbbre akartam halasztani, mert a napjainkig ható magyar-török kapcsolatokban ugye Gülbabának és a Gülbaba sírjának is van egyfajta ilyen kultikus, legalábbis az átlag magyar tudatában ilyen kultikus szerepe. Na most ez valójában milyen szerepet játszott a török korban, hogyha most az előbb a szulejmáni kultuszhelyet említettük, akkor most egy ilyen típusú kultuszhely, az milyen szerepet játszik? Rendkívül fontos, hogy Gülbaba az egy nagyon fontos figura lehetett a török időkben, sajnos gyakorlatilag semmit nem tudunk róla. Tehát a történeti szempontból, az életrajzáról alig lehet valamit mondani, nagyjából az, ami biztosnak tűnik, hogy nem a Balkánról jött, hanem Anatóliából, ami egy különbség azért. De igazándiból nagyon keveset tudunk. Az biztos, hogy 1551 előtt már meghalt. A legendák szerint 1541-ben hal meg, ő az, aki az első imát elmondja a frissen dzsámivel alakított nagyboldogasszony templomban Budán, és elvileg ezután hal meg a legenda szerint, és maga Szulajmán szultán vinné a koporsóját az eltemetési helyre, tehát a mai Rózsadombra. Nem tudjuk, hogy ebből mennyi igaz, de az biztos, hogy 10 éven belül valóban ott áll a sírkápolnája már a mai helyén, tehát az azóta is ott van. Az utóélete viszont jobban megfogható, és ebből ez derül ki, hogy ő rendkívül fontos figura. Ezt több dologból is tudjuk. Egyrészt például születik róla egy sor vers, ami máig megmaradt. Tehát Gülbaba himnuszok vannak, amik megmaradtak. Egy sor török forrás említi meg, mint a hódoltsági terület legfontosabb szentjét. Őt Gözdzsűnek, védőszentnek, az egész régió védőszentjének, égi patronusának tekintik, ez megint csak egy eléggé fontos dolog. És hát ne felejtsük el, hogy ő az egyetlen a hódoltsági időszakból, aki máig megmaradt a törökök tudatában, tehát mindenki mást elfelejtenek, szentember még van jó néhány a hódoltságban, vagy volt, komoly tisztelettel, de egyetlen egy az, akinek az emléke és a tisztelete máig megmarad, az Gülbaba. Tehát ő egy ilyen rendkívül fontos figura. Na most az, hogy mi magyarok emlékezünk rá, az nem ennek köszönhető. A hódoltság időszak után a Gülbaba kultusz az gyakorlatilag hát a hódoltságból eltűnik. A majd a 18. század vége fele 19. században indulnak be a török muszlim zarándoklatok újra a Gülbaba sírjához, de ilyen nagyon minimális, tehát hogy néhány zarándok érkezik. Ami viszont ahhoz elég, hogy majd a 19. század második felében egyrészt a magyar turkológia, másrészt a közvélemény érdeklődni kezdjen Gülbaba iránt, hogy mégis ki az, akihez itt muszlim zarándokok érkeznek. Ez egy ilyen romantikus jellegű dolog lehetett, ugye? Igen. Valahogy, ahogy az ember így sejti. Igen, hát több dolog találkozik össze. Hát a 19. század második fele az úgyis a törökök szempontjából a török szimpátia időszaka. Egyrészt ez már elkezdődik a Kossuth emigráció, és aztán ott van a magyar őstörténet keresése, amiben a törököknek nagyon fontos helye van. Tehát a törökök fele egyre nyitottabb a magyar társadalom, és érdekes módon ez az oszmán időkre is kiterjed, ez a fajta nyitottság vagy pozitív hozzáállás. És hát ez az orientalizmusnak is az időszaka, csak nekünk ugye az a szerencsénk, hogy nem kell sehova menni, vagy nem szerencsénk, nem kell sehova mennünk ahhoz, hogy az orientalizmus anyaga, a tárgya megjelenjen, mert hogy az házhoz jött az oszmánok képében. És ezt remekül felhasználják a 19. században. És az a nagyon érdekes eset áll fönn, hogy Gülbabának van egy török legenda világa, amit a muszlimok alakítottak ki maguknak, és van egy magyar legenda világa, az viszont a 19. század végén jön létre. Tóth Béla újságíró az, aki nagyon sokat tesz azért, hogy ez meglegyen, ő írja meg az első novellákat erről, és aztán ugye megszületik Huszka Jenő operája, aztán majd idővel megszületik az első Gülbaba film, aztán a Gábor Deák, tehát hogy ez a magyar legendakör, de ez teljesen magyar és romantikus, és ez nem török alapokra épül, az teljesen közismerté válik igazándiból Magyarországon, és a mi Gülbaba képünket ez határozza meg. Tehát nem a török, hanem ez a 19. századi magyar legenda. Gülbabából egyébként így lesz az a kedves, öreg, rózsákat nevelő, nagyon emberszerető, nagyon humánus dervis, ami nem egészen biztos, hogy úgy volt a saját korában. Na most én akkor rákérdezzék, mert itt már a
magyar, hogy is mondjam, ilyen törökös romantikáról volt szó, Tóth Béla is megemlítődött, de hát azért a magyar-török kapcsolatoknak az egyik legnagyobb kutató alakja, idézőjebb a kutatót, mert ugye sokan nem egészen tartják őt igazából tudományos embernek, Takács Sándor, és hogy ő neki milyen szerepe van tulajdonképpen ebben az egész összefüggésben. Most tehát abból a szempontból, hogy mennyire a történeti valóságra támaszkodó dolog ez, és mennyiben egyfajta ilyen megint magyar történeti romantikának a képviselője ő. Mind a két oldal igaz rá, ő ennek a kettőnek az elegye igazándiból. Hát ő nagyon sokat dolgozik a bécsi levéltárban. Amit ő tud, az valójában a 16-17. Századi levelezésből van kicsemegézve. Tehát általában, amit Takács Sándor adatként közöl, az teljesen valós és jogos, csak lábjegyzetet nem közöl hozzá, tehát nem mindig találjuk meg, hogy ezt ő hol találta, vagy honnan szedi, de úgy tűnik, hogy abban nem nagyon kell kételkedni. Ahogy viszont interpretálja ezeket az adatokat, tehát amilyen történetet ő ebből kikerekít, na abban már azért erősen ott van a romantika. Tehát ő egyértelműen egy ilyen török elfogultságú történelmet írő, megpróbálja ezt az egészet sokkal barátságosabb színben feltüntetni, mint amilyen. Nyilván van ennek egy Habsburg ellenes éle, tehát összejön egy csomó ilyesmi. Én azt gondolom, hogy Takács Sándor mind a mellett egy jelentős kutatója ennek a korszaknak, és mint egy jó tollú író, nagyon sokat tesz azért, hogy a szélesebb közvélemény megismerje valamilyen szinten legalább a török hódoltság időszakát, és akár török oldalról is. Ez eléggé fontos, mert Magyarországon azért nem annyira jellemző, hogy meg akarná ismerni, akár csak a magyar történész társadalom is, a török világ működését. Szerencse, hogy aztán kialakult egy erős turkológia Magyarországon, ami világszínvonalú, és azért most már nagyon sokat tettünk azért, hogy ez a világ megismerhető legyen, de azért ez magától nem lett volna így. Azt hiszem, hogy ebben Takács Sándornak nagy szerepe van. Na most akkor térjünk vissza ahhoz, amit a korábbiakban már említett, hogy 6 vagy 7 jelentősebb központ van, ahol egyáltalán török népesség, és ebből következően egy bizonyos fajta hát eredeti török kultúra is létrejöhetett, akár építészetileg, akár pedig a hétköznapi élet, ruházat, étkezés, stb. Összefüggésében. Na most nézzük meg először azt, ami talán hát legfeltűnőbb, abból a kevésből, ami megmaradt, hogy egyáltalán az építészeti örökség ennek a kornak körülbelül mi az, ami tényleg aztán a törököktől van, bár aztán átalakult nagyon sok esetben, ugye tudjuk, hogy katolikus templommá alakult a dzsámi, lehet persze, hogy korábban éppen keresztény templomból lett dzsámi, és aztán utána ez visszaalakult. Tehát, hogy ezt a részét nézzük meg egy kicsit. Hát Magyarországon mindenképpen van egy olyan kép a fejekben, hogy a törökök idejöttek, nagyjából mindent elpusztítottak, nem nagyon építettek, lelakták az országot, a középkori királyságot teljesen tönkretették, tehát hogy ez egy abszolút pusztuló időszak ilyen szempontból. Ami egyfelől feltétlenül igaz. Ezt egyébként már a kortársak így élik meg, természetszerűleg mindenki erről ír, ez mindenképpen igaz. De egy picit lehet árnyaltabban nézni, és az árnyaltság az onnan következhet, hogy vagy az lehet az alapja, hogy elgondolkozunk egy picit a törököknek a tér és a társadalom szemléletén. Az alapvető probléma az, hogy a törökök nem nyugatiak. Egyszerűen egy teret nem úgy használnak, egy város nem úgy használnak, mint ahogy egy nyugati gondolkozású ember, tehát például, hogy egy magyar is használna. És ez a különbség az, ami nagyon feltűnő rögtön akár a magyaroknak, akár a nyugati utazóknak, hogy itt valami egészen más van, és ezt érik meg pusztulásként. Holott a maguk rendszerében a törökök teljes mértékben használják ezt a területet, csak úgy, ahogy ők ezt elképzelik. És amit nem szabad elfelejtenünk, hogy hát a török az egy magas kultúra, a 16. századra már mindenképpen, és hát nagyon kemény ízlésük van. És mondjuk, ami nekünk tetszik, az nem biztos, hogy nekik is tetszik. Mondok erre egy... Nyilván fordító is így van. Persze, természetesen. Nagyon egyszerű példa. 1566-ban Szigetvár felé vonul Szulajmán szultán serege, és ott van a birodalom kancellárja, Nisándzsia is. Az ugye a pénzügyminiszter nagyjából, tehát egy nagyon-nagyon magas rangú figura.
és ő meghal Pécsen, és el kell temetni. És ott van az uralkodói dzsámi, amit az állam kezel, Szulejmán szultán nevét viseli, ez a pécsi dóm maga, vagy annak egy része. És nem oda temetik el, nem amellé temetik el ezt a főembert, hanem a főtérre, a Gázi Kászimpasa dzsámi mellé. Miért? Azért, mert a pécsi dóm abszolút nem fejezi ki az oszmán világot, az egy kényszermegoldás. A Kászimpasa dzsámi viszont egy nagyon pompás, kiválóan megépített, az oszmán ízlésnek minden szempontból megfelelő, valóban grandiózus épület. És a birodalom egyik legmagasabb tisztségviselője, viselőjének az dukál, hogy egy ilyen helyre kerüljön. Tehát a törökök nagyon is építenek, mert szeretik azt látni maguk körül, ami az övéké. Tehát nekik egy középkori templom egyszerűen nem szép, nem olyan a tere, amilyet használni szeretnének. Ezért van például, hogy amikor középkori templomokat átalakítanak, akkor az utazók borzadva írják, hogy istállónak használják a felét. Hát persze istállónak használják, mert a templom hajó az nekik vallási szempontból nem volt értékes, hanem ők mindig leválasztották a szentélyt, vagy többnyire leválasztották a szentélyt, és abban tartották a saját istentiszteleteiket. Az volt a dzsámi, és az összes többi az egy holt tér volt, amit akár lakásként, akár bárhogy felhasználtak, ahogy lehetett. Tehát valójában az ő kulturális igényeik szerint elkezdték kiépíteni a hódoltságot, amiből mi már a viszonylag keveset látunk, tehát ennek a nagyon nagy része elpusztult. Az persze egy kérdés, hogy mennyit építettek és milyen minőségben építettek. Az, amit mi igazán dzsáminak érzünk, az a kupolás, minaretes, igazi törökös épület, amit az 1001 éjszaka borítójára rászokás rajzolni, az a törökös épület. Olyanból azért olyan rengeteg sok nem volt, ilyen 30-40 darab épülhetett. Borzasztóan drágák voltak ezek, meg jó építőmesterek kellettek hozzá. És úgy néz azért ki, hogy a hódoltságban eléggé gyakoriak voltak az egyszerűbb megoldások. Egyébként az egész Balkánon, meg az egész Oszmán Birodalomban azok a gyakoriak, tehát ezek az igazi kupolás minaretes dzsámik, ezek nem olyan rettenetesen nagy számban léteztek a birodalomban sem. Azt lehet mondani, hogy a magyar területek ilyen szempontból átlagosnak tekinthetőek, de a többség az viszonylag egyszerű épület volt, sátortetővel, mondjuk minarettel, a minaret az járt egy imahelyhez. A többség az ilyen volt. Ezek nagyjából eltűnnek, érdekes módon nem a visszahódító háborúk tüntetik el ezeket az épületeket, mert hogy szükség van rájuk a hódítás, vagy a keresztény visszafogás után is, hanem sokkal inkább a barokk. Tehát amikor Magyarország megerősödik ugye a 18. század közepén, és immár van pénz arra, hogy új épületeket emeljenek a kor ízlése, tehát a barokk szerint, akkor nagyon sok mindent lebontanak, vagy félig lebontanak, és újjáépítenek, és akkor épül fel ez a barokk Magyarország, ami egyébként nem csak a török világot mossa el, hanem a középkort is. Tehát az végül is leradírozta nagyjából azt, ami korábban volt. A török épületek is ekkor pusztulnak el alapvetően. Na most egy nagyon fontos más építészeti dologról, mind abban, amit eddig említett, nem történik említés, és ez azért lenne fontos, hogy beszéljünk róla, mert az egy összetettebb viszonylatrendszer, tehát a fürdőkultúra, illetve a török fürdők, mint fogalom, és ennek tulajdonképpen az utóélet, illetve a keresztény társadalomnak az ehhez való viszonya, meddig tart egyáltalán, amíg ezt esetleg használják, vagy egyáltalán hogyan viszonyulnak hozzá? A muszlim polgári élethez a fürdő hozzátartozik. Hangsúlyozottan a polgári élethez, tehát nem a vallási élet részehez. Ez egy társadalmi találkozási pont, olyan, mint egy kávéház. Kávéházak is lesznek a hódoltságban, de fürdők szerintem többen vannak egy jó ideig. Minden olyan helyen, ahol polgári lakosság van, ott kell fürdőt is építeni. Alapvetően a nők miatt egyébként. A nőknek ez egy kitörési pont. A muszlim jog szerint, hogyha egy férj nem engedi el fürdőbe a feleségét, az válók a feleség részéről. Tehát ez egy nagyon komoly dolog. Nagyon érdekes, megmaradtak fürdő nyitvatartások a hódoltságból, és úgy néz ki, hogy reggeltől délig fürödhettek a férfiak, és déltől éjfélig a nők, tehát a női fürdőidő az kétszer akkora, mint a férfi. Nyilvánvalóan azért meg komolyabb volt a nőknek a jelenléte a fürdőben, persze, mert ők oda mehettek, tehát ők ott találkozhattak, az volt az ő kapcsolattartási helyük, ezért aztán sok fürdő épül a hódoltságban. Na most két fürdőtípus van, ugye van a termálfürdő, meg a gőzfürdő.
Most mi termálfürdő nagyhatalom vagyunk, és a középkorban is azok voltunk természetesen, de azért akkor természetes körülmények között sokkal kevesebb termálvíz tört fel az ország területén, mint amennyit most mi használunk. Tehát azért termálfürdő nem volt olyan sok. Összesen olyan 80-85 fürdőt építettek a törökök, ebből olyan 15 volt termálfürdő, tehát viszonylag kevés. Egyébként ezeket a termálvizeket már a középkori Magyarországban is használták, tehát ez a magyarok számára is ismert volt, ez önmagában nem volt meglepő. A különleges az volt, hogy a törökök erre komoly épületeket tudtak emelni. Ugye ez gépészetileg, meg építészetileg egy nagyon komoly feladvány, hogy egy állandóan folyó vízre egy épületet ráhúzni, ami ráadásul viszonylag nagy tér, azt be kell fedni valahogy. Ez komoly építészeti tudást igényelt, és hát azt a törökök azért olyan jól megoldották, hogy ugye az a négy fürdő, amit Budán építettek, az máig működik, és a kupolájuk se omlott be, nem kell újjáépíteni. Tehát remekül megcsinálták ezeket a fürdőket. A másik fürdőtípus az a gőzfürdő volt, ez volt az elterjedtebb, mert ehhez nem kell meleg víz, ehhez csak simán víz kell, meg fűtőanyag. Az egy picit gépészetileg más, ugye ott egy nagyon komoly fűtési rendszert kell kiépíteni, hogy meleg legyen valahogy ez a fürdő. Hát ennek is megvolt a maga oszmán építészeti rendszere. Ugye ezeket is jól meg kell építeni viszonylag, mert hogyha rosszul van megépítve, akkor kimegy a gőz, tehát nem működik. Úgyhogy a fürdő, én azt gondolom, hogy talán a legkomolyabban megépített épület volt a hódoltságban. Sok baj volt egyébként velük, mivel ez egy üzem, igazándiból rengetegszer kellett takarítani, a csővezetékeket karbantartani, volt, hogy felrobbant a kazán, szóval minden. Szintén a fürdők elszámolásaiból tudjuk, hogy volt olyan fürdő, ami az év egy harmadában karbantartás alatt állt, mert mindig történt vele valami. Tehát ez egy nagyon komoly szaktudást igényelt. A fürdős mesterség az egy komoly dolog volt, és nem csak a masszírozás képessége vagy ismerete miatt, hanem egyáltalán a fürdő üzemeltetése miatt is. Na most ez az a pont, ami a keresztények szempontjából is fontos lesz majd. Egyébként járhattak keresztények fürdőben, ennek semmi akadálya nem volt. Nem nagyon tudjuk, hogy jártak-e, úgy tűnik, hogy olyan nagyon azért nem jártak, de elméletben járhattak. Tehát például az egy ilyen PR rendezvény volt, amikor érkezett egy követség, őket mindig elvitték fürdőbe, hogy lássák, hogy milyen ez. Na most a visszafoglalás után a termálfürdők megmaradnak, mert azon nagyon egyszerű, tehát abban bele kell menni a meleg vízbe, és működik. Többé-kevésbé valahogy rendbe kell tartani, ez még úgy sikerült. A gőzfürdőkkel semmit nem tudtak kezdeni a keresztények. Tehát egyszer megszűnt, eltűnt az a szaktudás, ami ezt a fürdőt üzemeltetni tudta volna, és eltűnt az a kultúra, ami ezt a fürdőt használni tudta volna. Tehát se üzemeltető, se használó nem volt, az épületek megmaradtak, és akkor ki kellett találni, hogy mit lehet ezekkel kezdeni, és mindenre felhasználták, amire csak lehetett. Volt, amiből iskola lett, volt, amiből templom lett, volt, amiből salétromfőző műhely lett, szóval bármi, amilyen funkciót ki tudtak neki találni, azt kitalálták, csak éppen fürdőként nem üzemeltek. Az előbb már említette a második kérdésemnek a tárgyát, ugye ez a kávé kultusz, a kávéház, és ami mindeköré szerveződik, mert aztán ez egy szélesebb összefüggésre utal majd át, amire szintén rá fog kérdezni, ugye, hogy egyáltalán a törököknek mondjuk a gasztronómiai hagyatéka, illetve egyáltalán, hogy tartósan mi marad meg az itt létükből, és ez hogyan épül be a magyar kultúrában? Ez egy jó kérdés. Úgy tűnik, hogy mi reagálunk a török kultúrára, vagy a török étkezési kultúrára, tehát ez minket érdekel. Azt gondolom, hogy ez egy érdekes kérdés olyan szempontból, hogy ha egy kultúra találkozik egy meglehetősen másik kultúrával, akkor nem minden tud átvenni belőle, nem is biztos, hogy akarja, de ha akarná, sem biztos, hogy át tudná venni, hiszen nincsenek meg a saját rendszerében azok a pontok, ahol be tudná illeszteni ezeket az idegen pontokat, idegen elemeket. A törökből sok minden átjön a magyarba, vagy az oszmánból inkább. Valószínűleg azért, mert nekünk megvannak ezek a kapcsolódási pontjaink, és azt gondolom én, hogy ez a magyar őstörténet miatt van, tehát a mi keleti gyökereink, meg a beköltözött török népek, tehát például a kunok miatt, nekünk ez nem ismeretlen világ. Tehát nagyon sok mindent át tudunk venni a törököktől, akár például az öltözködésben is, az étkezésben is. De ott is nagyon érdekes, hogy úgy tűnik, mintha az erdélyi konyha lenne az, ami sokkal erősebben rezonál a török étkezési kultúrára, általában pedig nem.
Amit sejteni lehet erről az, hogy itt is az elit az, a magyar elit az, ami inkább átvesz dolgokat. Ugye ez találkozik leginkább a török konyhával a különböző politikai kapcsolódások révén, tehát ők ott ismerkednek meg vele. És kétféle hozzáállás létezik, az egyik a merev elutasítás. Tehát minden, ami török, az rossz, mert hiszen a török az ellenség, a törökkel nem állunk szóba. A törökkel mi harcolunk, jobb lenne emberszámba se venni őket, tehát amit esznek, az csak moslék lehet szükségképpen. Tehát az az egyik meg hozzáállás, a másik hozzáállás pedig az, hogy jé, milyen jókat főznek, ezek tanuljuk már meg. És akkor aztán megy a cserebere, küldözgetnek egymásnak mindenféle ételeket, virágmagokat, mindenfélét, és jönnek dolgok át egyértelműen az oszmán kultúrából, például a tarhonya ilyen, vagy mondjuk a kajszibarack az ilyen, tehát van egyfajta nyitottság erre, ugye a töltött káposzta, a töltött ételeknek az elkészítési módja az könnyen lehet, hogy az oszmán korban jön át, ha nem volt már itt korábban. De ha itt volt korábban, akkor az oszmán időszak meg ráerősít erre, tehát van egy ilyen folyamat is, hogy valamink már van, de a törökök megerősítik. Például a tárogató, ami ugye nemzeti hangszeré válik, inkább a 19. században igazándiból, ez török síp néven működik jó ideig a magyar kultúrában, de már előtte is ott van. Tehát ez a középkorban Európában is egy ismert hangszer, az udvari kultúrának része, Magyarországon is használták, de az, hogy ez széles körben elterjed, és hogy ez a magyar széleskörű magyar kultúrának a része lesz, az oszmán időszaknak a következménye. De már itt volt, tehát valamire ráépült az oszmán hatás, felerősítette azt, eltörökösítette, és úgy aztán viszont a magyar kultúra részévé válik. Köszönöm, hogy elmondod, de úgy az első rész úgy kicsúszott, ugye a kávéház és a kávékultusz, ez a magyarba ugye a fekete leves néven híresült el, és nem egészen jó értelemben, mármint pozitív értelemben használják. A kávé az egy nagyon, nagyon izgalmas dolog. Nagyon későn kerül be az oszmán kultúrába is, Jemen felől jön, tehát Arábiából, Arábiába pedig Etiópiából kerül a kávé. És eredendően a dervisek, az iszlám misztikusok használták, mert rájöttek, hogy élénkítő hatása van, és akkor meditáció közben nem alszanak el. És ez egy hasznos dolog. Elvileg a teja is egyébként így kerül be Kínában a kultúrába, hogy meditációs serkentő eszközként lehet ezt használni. A dervisek révén kerül Isztambulba valamikor a 16. század elején, és nagyon hamar élvezeti cikk lesz belőle, és mindenki kávézik egy idő után. Ami olyan fokú lesz, hogy az oszmán állam erre felfigyel, és rájönnek, hogy az állam működését kezdi veszélyeztetni a kávézás, mert mindenki éjjel-nappal kávézni akar. És csak kávészünetből áll a munkaidő. És betiltják a kávét. Ennek van egy nagyon trükkös megokolása, hogy a kávét pörkölni kell. És az iszlámban van egy olyan hagyomány, amit nagyon komolyan kell persze venni, ugye az iszlámban a prófétai hagyományok azok jogforrások, hogy égett ételt nem szabad megenni, mert hogy az káros. Na és akkor innen jön a kérdés, hogy na de ha a kávét megpörkölik, akkor azt most szabad fogyasztani, vagy nem, és amikor betiltják, akkor erre hivatkoznak, hogy de hát ez egy égett étel lehetetlen. És nagyon keményen büntetik a kávéfogyasztást, de ez nem töri meg a kávéfogyasztást, csak egy kicsit visszaszorítja, és aztán a kávépártiak szereznek maguknak egy olyan muszlim törvénytudót, aki létrehozza a kompromisszumot, hogy a kávét csak addig szabad pörkölni, amíg nem ég meg, és ha nem éget meg, akkor már onnan fogyasztható. Így aztán megkapta a kávé a prófétai szentesítést, és onnan az használhatóvá vált, de ez a 16. század közepe körül megy, tehát 1550-es évek tájéken van egy ilyen nagy áttörés, meg egy megengedés, és nagyon gyorsan átkerül Magyarországra is. Tehát már az 1570-es években van kávéház Budán, tudjuk, hogy Budán ha minden igaz, akkor a mai Úri utcában valahol ott a Mátyás templom környékén, tehát ott a Hessz András tér környékén volt egy kávéház, ami működött, meg tudunk kávébehozatalról Magyarországra, tehát kávéztak, ez az elitnek a játéka egy ideig, de aztán ez szélesebb körben elterjedt, a 17. században már biztos, hogy elterjedt, akkor már több kávéházról is lehet tudni.
Innen kerül át, szintén a reprezentáció, hatalmi reprezentáció révén a magyarokhoz, tehát ők ezt úgy fogják megismerni, de a magyar körökben is inkább csak a 17. század, és annak is inkább a második fele az, amikor a fekete levesnek a kultúrája az úgy ismert lesz, és Tököli már kávékészletet rendel magának, de hát neki a legerősebbek a török kapcsolatai, de neki már saját török kávés készlete és kávéfőző embere van. Na.